Bruttó 300 millió forint kár érte az Zempléni vízművet a tavalyi év során bekövetkezett árvíz miatt. Többek között erről is tárgyaltak a mérleg jóváhagyó taggyűlést megelőző felügyelőbizottsági ülésen. A társaságunk komoly kárt szenvedett az árvíz kapcsán, így ha a mérleg eredményeket nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy gyönyörű évet zártunk. Ha nincs az árvíz, akkor meg a számokból azt tűnik ki, hogy kármentes év lett volna, akkor minden idők legjobb gazdasági évét zártuk volna. Az a Zempléni Vízmű Kft. A 2010-es évben az árvíz következtében nagyon sok olyan problémával állt szembe, amit túlórával és egyéb kölcsönök felvételével lehetett nem megoldani, hanem csak enyhíteni. Ma a felügyelő bizottság 5 napi rendi pontot tárgyal, minden olyan lényegi kérdésbe döntés fog születni, amelynek alapján én nagyon remélem, hogy ebbe az évbe, ha nem is pozitív eredmény, de nulla szaldós eredmény fog születni. A második napirendi pontban a vízmű jövőbeni működésére vonatkozó lehetséges stratégiai változásokról esett szó. A nem külföldi tulajdonú, de magyar tulajdonban lévő egyéb társaságok úgynevezett reintegrációs folyamatába szeretnék bevonni a Zempléni Vízmű Kft-t, ami nyilván tulajdonosi kompetencia, az alapelv eléggé egyértelmű a Zempléni Vízmű Kft. Tulajdonosainak részéről. Alapvető elvek ez a következők. A munkahelyek száma nem csökkenhet. A víz ár nem haladhatja meg azt a mértéket, amit a tulajdonosok meg tudnak állapítani. Itt tudni kell, hogy a szokásos infláció alatti áremelkedések jöhetnek csak szóba. A harmadik pedig, hogy a tulajdonosoki érdekeken keresztül az úgynevezett vagyonérdekek sem sérülhetnek. Azaz a gazdasági fenntartást tekintve a vízmű független marad. Az önálló vízbázissal belátható időn belül eredményesen tud működni, mondta Lakatos István ügyvezető igazgató. Ezen túl még szó esett más változásról is. A szolgáltatási területen lévő tulajdonosok, azaz 7 település szennyvízrendszerének üzemeltetését veszi át a Zempléni vízmű. Szeretnék 2012. január 1-től, ha ezt a szolgáltatási tevékenységet társaságunk részű bevállalná, és komplex szolgáltatást adna ezen a 7 településen. Ennek a felhatalmazására kell a felügyelőbizottságtól vélemény, ugyancsak a taggyűlésen keresztül. Végezetül a 2010 évi árvíz okozta kárhelyreállításról is tárgyalta a bizottság.